Több mint 50 háztartás maradt áram nélkül, amikor a görömbei lakópark melletti körforgalomnál kiütötte egy autós a transzformátor állomást szombat éjszaka. Az ott élők a folyamatos driftelésre panaszkodnak, ezért újra az önkormányzat segítségét kérték. A transzformátor állomásban keletkezett kár meghaladja a 10 millió forintot. Ez az autó csapódott bele a trafóházba szombaton éjszaka a Balmazújvárosi út mögötti körforgalomnál. A közeli lakóparkban élők azt mondták, folyamatosak itt a gumicsikorgások hétvégente, nem tudnak aludni a gyerekek és féltik a biztonságukat. Szombaton is sokan hallották, ahogy az autók driftelnek. Hallottuk, ahogy újra érkezett egy ilyen autós csikorgást a körforgalomban, majd egy hatalmas nagy pukkanást, és oda lett az áram. Ekkor hívták a rendőrséget és a tűzoltókat, a baleset okozója túl gyorsan ment és elvesztette uralmát a jármű felett. A férfi nem az útvonalvezetésének megfelelően választotta meg az autója sebességét, a körforgalomban kisodródott és nekiütközött egy trafóháznak. Személyi sérülés nem történt, a sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda negatív értéket jelzett. Kollégáim a férfinek 39 ezer forint összegű helyszíni bírságot szabtak ki. A baleset következtében 56 fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül, a javítás idejére a szolgáltató aggregátorokat helyezett üzembe, így a teljes helyreállításig már nem kell áramszünettől tartani. A balesetben sérült transzformátor állomásban több mint 10 millió forintos kár keletkezett. Ennek a megtérítését, kárigényünket a balesetet okozó, a károkozó biztosítója felé fogja benyújtani társaságunk. Ez a driftelés ugyanabban a körforgalomban történt, alig, hogy helyreállították a trafóházat. Korábban közgyűlési keretek között már kérték a rendőrség segítségét a driftelések megakadályozására, most is a városrész önkormányzati képviselőihez fordultak a lakók. Sajnos aznap éjszaka ismételt megjelentek driftelő autók, erről videófelvétel is készült, amit itt élők készítettek. Úgy gondolom, hogy ez nem egy szervezett csapat, abból is látszik, hogy egymást nem értesítették erről az eseményről, hogy mi történt. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy beavatkozás szükséges, hogy ez ne legyen folyamatos a későbbiek folyamán. Az augusztusi közgyűlésen képviselői felvetésre Pap László polgármester azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy visszaszorítsák ezeket a balesetveszélyes helyzeteket. Fogjuk jelezni a rendőrség felé, hogy a város kér, hogy fokozott ellenőrzést tartsanak ezeken a jelzett útszakaszokon, de egyébként magam is olvastam a közösségi médiában az ezzel kapcsolatos híreket, illetve e-mailt én is kaptam, levelet én is kaptam ezzel a problémával kapcsolatban, úgyhogy megtesszük a szükséges lépéseket. Ebben a körforgalomban a rendőrség fokozott ellenőrzése mellett tervezik olyan eszközök bevezetését is, amik eltántorítják a driftelő autósokat, motorosokat ettől a környéktől.